Szevasztok! Szép jó estét kívánok mindenkinek innen a Szaharából. Szia, Zrupi, köszi szépen a feliratkozást. Hányadik is ez? 4? Köszi szépen. Durva, srácok. Egyrészt az időjárás. Hihetetlenül meleg van. Mint hogyha Afrika közepén lennénk körülbelül. A másik dolog az az, hogy itt adódtak technikai problémák. Nem is kicsik. Hát nem beszélve a ballagásról, az Rupi, az inkben ültem végig. Úgyhogy az esetek 90%-ában nem is látszódtam, de gondoltam azért ki kell öltözni. Úgyhogy már akkor szarra izzadtam magamat, és utána derült ki, hogy semennyire nem tudom ma beállítani a streamet. És akkor elkezdtem nagyon-nagyon durván káromkodni. Hát ez egy olyan jó félórás akció volt, mire sikerült képet varázsolni a játékfelvevővel, úgyhogy nem volt egyszerű. A másik dolog nagyon-nagyon érdekes, hogyha esetleg itt voltatok a múlt alkalommal, akkor meséltem, hogy rendeltem éppen ez a forróság ellen egy nagyon jó kis hűtőt, amit úgy gondolta az illető, hogy kettőt csenget, aztán megy tovább. És mire leértem a galériáról, arra elvitte a picsába, úgyhogy most várhatok hétfőig, hogy újra megpróbálják kihozni, azért, mert egyébként itthon voltam, amikor kihozták. Juhú! Úgyhogy ha egy picit úgy érzitek, hogy nagyon, nagyon süvít itt valami, az nem más, kérlek szépen, mert zajszűrőt raktam a mikrofonra. Ha azt érzitek, hogy valami nagyon süvít és ilyen szara hang, annak köszönhető, hogy a pofámba fúj egy ilyen 150 éves ventilátor. Szevasz, Nándi! Úgyhogy tényleg srácok, ma engem mindenki akaszt. És a legkevésbé ezek a Silver Knight-ok egyébként. Na, és akkor gyorsan még azt elmondanám, hogy rengetegen még streamen kívül is bekövették a csatornát, úgyhogy nagyon hála az Istennek, Nándi, hogy nem hallasz zajt, akkor jól működik az ajszűrő. Fúj a pofámba ez a ventilátor. Nagyon kemény. Nálatok is ilyen büdös meleg van? Szóval, mondanám gyorsan akkor azokat a követőket, mert úgy illik, akik streamen kívül követték be a csatornát, és ilyen például Aishuganji, biztos, hogy nem jól mondom, Frozenstein, Irigy és Kaviár. Köszi szépen, srácok! Igen, el kellett volna repelni. Úgyhogy nagyon durván haladunk, ahhoz képest, hogy a hét elején még úgy gondoltam, hogy a heti cél az 10 követő lesz, már most megvan 20. Király! Nem tudom, mi történt, de nagyon megyünk, és ennek örülök. Egyébként. Köszi, srácok! Annak már sokkal-sokkal kevésbé, egyébként, hogy a Twitch, azt most, hogy tökéletesen úgy, ahogy gondoltam, megcsináltam a paneleket, teljesen átalakult a Twitch. Tehát, hogyha most offline vagyok, akkor semmit nem mutat abból, amikkel napokat szoptam, hogy az úgy nézzen ki, ahogy. Úgyhogy köszönöm szépen, Twitch, az újító jellegű hozzáállást. Megnéztem Zrupi a Hunt Showdown-t, és nagyon tetszik a játék egyébként, jó hangulata van, meg jól is néz ki. De multi nagyon, úgyhogy nekem nem streamelni való. Egyébként még az is lehet, hogy fogok vele játszani. Nem nagyon hangos a Csihi Puhi? Mert Lehet, hogy az én tévém ilyen hangos, csak ennyire amúgy. Az meg. Úgyhogy köszi szépen, Zrupi, az ajánlást. Ami a csatorna szempontjából viszont nagyon érdekes, az, hogy sok változás lesz, mégpedig játékok terén mostanában. Ugye a Sekirot nagyon úgy néz ki, hogy be fogjuk fejezni, hogyha nem, akkor is befejezzük, tehát
hogyha nagyon-nagyon nem megy, akkor nem fogom azokat a bosszokat bántani. De reméljük, hogy nem így lesz. Nem sokára, jövő pénteken jön a The Last of Us 2. Úgyhogy azt már jövő pénteken rögtön streamelem is. És szerintem az lesz keddenként Resident Evil helyett. Arról viszont még 100%-osan nem döntöttem, hogy a csütörtöki, hát ez mondjuk még lehet, hogy egy-két streamig eltart a Horizon Zero Dawn, amiről mindjárt másnak kapcsán is fogunk beszélni. Azután pedig jönne mondjuk a vagy a Metro Exodus, vagy a Days Gone. Ez a két lehetőség van. Ha csak időközben be nem fut valami nagyon szuper játék. Ezeket igazából most csak így bemelegítésnek elkezdtem pokozni, ezeket a kaki szörnyeket. Fortnite az... Ha valami nem lesz, akkor az a Fortnite. Soha nem soha. Na így kell egyébként, srácok, az összes esztűszokat eltölteni semmire. De nem baj, minél visszajövök a helyemre, csak... Itt már is Aldrich lesz egyébként. Úgyhogy elég kemény, azért gondoltam, hogy itt pofoszkodok előtte egy picit, mert az igen kemény boss. Az ott bent. Az egy nagyon-nagyon kemény boss. Van-e bármim? Hát végül is ilyet rárakhatnék a kardomra, és akkor az biztos sebzi egy kicsikét. Ja, sajnálom, srácok, hétfőre meg lesz ez a hűtőrendszer, ami elvileg nem fog zúgni. Most olvastam csak, Andy, hogy mit írtál a végén, valahogy lemaradtam a chatben. Szevasz, Geri papa! Úgyhogy nyomjuk, mint a gép. A kis fennakadás miatt egyébként, akinek az intrómat kellett nézni, vagy 10 percen keresztül, attól is elnézést kérek, mert technikai problémák voltak. Úgyhogy ez van. Elég, ha én ideges vagyok miatt, szerintem. Hú, de mocskosus módon káromkodtam, Jézusom, be is csuktam az ablakot gyorsan, hogy ezt ne hallgassa végig minden szomszéd. Faszomatán. Hogyha be nem jutok, akkor mi lesz később? Ne, menj be! Na nézzük ezt a boss-t. Azt a kurva! Ez komoly? Jó. Arra gondoltam, srácok, hogy ezt a boss-t megölöm, aztán utána remélem, hogy jó sokan itt lesztek, akik szoktatok jönni, és akkor beszélgetünk erről a PlayStation 5 bemutatóról, mert szerintem kurva érdekes volt. Nagyon jól tetted, Geri papa. És nem akarok spoilerezni, de jön a második része. Hú, de jól néz ki. A Horizon Zero Dawn-nak csak nem úgy fogják hívni, hogy Horizon Zero Dawn, hanem úgy fogják hívni, hogy nem puskázok egyáltalán. Forbidden West. Horizon Forbidden West. Ugye? A telvél most. Robin Hood. Itt mindennek oka van, Nándi. Nem véletlenül viselem ezeket. Faszomat, hát ezek... Bocs. Szóval ezek között én régen simán itt ellavíroztam. Most meg bazd meg megölnek, mire bejutok.
Vágja a hátba az izé, azt kéne. Jó, megyünk, ha szólt nem hagyjuk ott. Gyerünk. Na, kicsá. Jó, ez fájt. Ez is. Vedd föl, te passzopó. Vedd föl, úgy. Jó. Oké. Oké, most tudok már oldítsi koncentrálni, de az előbb kiderítettem, hogy ezt nem is kell kijelölni, mert úgy csak szarab tőle. Mi az lehet már spike itt, hogy mi van? Nem, eltűnik. Jó, az azért nem szabad ilyenkor ott maradni, mert az is fáj, amikor így lemegy a föld alá. Ezt úgy mondom, mintha annyira várnám ezt a boss-t, egyébként kurvára nem. De Mage-el nagyon izgi volt egyébként megölni. Itt ilyen 51-ére sikerült. Oha, már meg is tízesedett, baszod. Nem, az a leggonoszabb dolog, nem szabad. Ezt beszopom, srácok, mert lemegy a stamina. Nagyon sok pillat ereszt. Hogy dobba? Húj, nem lövöldözünk, baszki. Jó. Oké. Okay. Nice. Már megint bazd meg ezt a fasságot, nem hiszem. Hagyd neki legalább. Wow. Jó, gondoltam, hogy nem éri meg. De azért csak megpróbáltam a picsámat. A Gwyndolin testét. Ez az Aldrich, bazd meg. Biztos vagyok benne, hogy egyébként megvan erre a válaszod. Most én mondok hülyeséget. Tudtam én. Andy, hogy te tudsz valamit, amit én nem. Devourer of Guts. Jobban tenni, ha nem is irányítgatná ezt a testet, basszus. Jobban járni. Elég jól varázsol. Kurva jó ez a boss egyébként. Nagyon nehéz. De kurva. Faszomat beléd! Bocs. Úgy értettem, hogy baszd meg az anyád. Te pék. Fuck you. Jó, megyünk. Nem jó. Azt hinné az ember, hogy ezek a pici kis varázslatok, ezek annyira-nagyon nem fájnak, de ez nem így van. Nagyon fájnak. Fuck you. Happyna. Hopp! Ne. Miért csinálod? Király! Jó, szerintem most már tüzesen jön vissza, úgyhogy adjunk neki mi is egy kis extrát. Mire oda szabadok, lejárom, hogy ez a fos. Au. Ne csinálj. Egyet beleütöttünk! Yes! Hol vagy? Ne csinálsz? Mi? Az nem jó? Fúj! Teszed le? Kusztustalan. Tedd le. Még. Jó, menjünk ki ennek haszonnak. Király. Jó, nyomjunk rá még egyet, viccből. Hol vagy? Ott. Jó, még azelőtt meg... Nem fog menni. Nem hősködünk, mint az előbb. Így basztam el az előbb is. Rászaladtam, amikor nyomta ezt a durva spellt. Fuck! Uáh, de szép! Az nem, ez kevésbé. Bocs. Megcsináljuk. Fuck! Kap! Be! Ne! Bocs. Megint greed voltam. A router? Ja, hogy úgy néz ki, mint egy router. Nekem a kontroller az nagyon tetszik a PS5 esetén. A gép maga az annyira nem. De... Na bum! Tehát én nekem számomra bármilyen konzolnál a kontroller az nagyon fontos. Azt, hogy maga a gép az hogy néz ki?
igazából leszarom. Kicsit félek is tőle, hogy túlságosan jól néz ki a PS5 kontroller ahhoz, hogy kényelmes legyen. Tényleg kurva jól néz ki szerintem, de lehet, hogy a design az a rovására ment a kényelmének, a használhatóságának. Kiderül. Kiderül, srácok. Persze lehet úgy tekinteni egy konzolra, hogy az ott egy bútor darab. Tehát azért nem 100%-osan szarok rá, hogy néz ki. Azért nem az a legfontosabb. Biztos. Mit tud? Az a fontos. Milyen játékok vannak rá, az még fontosabb. Szevasz, kaviár, ugye? Úgy kell mondani a nevedet. Próbáltam így betűzgetni. Au! Igyál, bazd meg. A kurva! Bocs. Úgy értettem, hogy a p... Most ez majdnem rám esett, de nem. Jó, most ez jó kombó. Hagyd neki. Ja, király. Higgyunk még egyet, csak a vicc kedvéért. És most én benyomom ezt. Nyomd be! Kettőt is benyomtam, vagy hármat? Gratulál, én. Ügyes vagy. Már baszod itt a jó cuccokat. Fasz! Oké. Nem volt rossz, de mondjuk jó sem. A Cyberpunk, az mindjárt megnézem, mit írtatok róla, de az nagyon-nagyon várós. Kurva élet! Nem, fúj! Nyugi van! Srácok, még egy kör és meg kell, hogy dögöljön. Mi volt ez? Mi fáj? Bossza meg! Mit csináld? Nem éri meg! Igen! Jó! Oda megyünk! Leszarom! Ne lőj, bazd meg! De, megszoktam! Kurva anyádat! Mi a faszért mentem oda? Bocs! Tudta, bazd meg, még egyszer ugyanígy el kellett kúrnom, nem tudom, hogy ezt mi a szarért csináltam, de komolyan. Hát láttam, bazd meg, hogy lő. Kényelmesen nyilazgat, én meg rohanok felé, mint egy őrült. Mert, már csak két ütés az egész. Úristen, mekkora játék lesz, Geri papa. Én nem, egyszerűen nem tudom elképzelni a Witcher készítőiről, hogy cross játékot valaha fognak csinálni még. Én azt látom, hogy ők nem úgy állnak hozzá, hogy csinálunk egy jó játékot, aztán jó sok pénzt keresünk vele. Nem kellett volna ekkora játékot csinálni. Azért nekik volt egy elképzelésük arról, hogy ez a játék, ez milyen lesz. És ők tényleg hisznek abban szerintem, hogy ők az embereknek egy jó játékot akarnak csinálni. És hogy megérje az árát. Nem az az elsődleges szempont, hogy na, csináltunk valamit, vegyék, mobil applikáció. Jó mobil játék, megcsináljuk fél nap alatt. Fizetnek érte milliókat. Király! Jobb vagyunk! Értünk a marketinghez! No, az gáz. Ti szoktatok mobil játékokkal játszani, amúgy? Ezt utólag megkérdezem. Én... Nekem azt hiszem, hogy átjött a vélemény a mobil játékokkal. Játszom velük, aki meg három annyi van. Az meg már most üzes. Kutya szar. Nem. Jó, ügyes. Jó, takarod. Elég volt. Jó. Ja, ilyenkor még ezt nem tudtam, hogy ebben a Phase 2-ban, ilyenkor már fingja pluszba azokat a kis, ezeket a gömböket. És azért szoktam. Majdnem jó volt, aztán jó szar.
Igen. Jó. Jó. Mi csinálsz, passz? Nem vasz fel az agyam. Hogy? Azt... Mi volt ez a damage, bazd meg? Mi tököm volt ez? Jézusom! Üszem egyet. Ti om vagy? Micsoda? Most nézem, kaviárt olvasom, most nézem, ugyanolyan gépünk van, csak nekem 150. Lego foci. Nem azt mondom, hogy az gáz, aki játszik. Én azt mondom, hogy az gáz, aki mobil applikációt csinál. És eddig még nem. Ha mondjuk ingyenes. Akkor gáz, hogyha ingyenesnek hazudja, és minden apró kis fasságot azt pénzért kell benne megvenni, és a semmilyen tartalomért egy csomó pénzzel lehúzzák a játékosokat. Na, az a gáz. Free to play. Szóval, hogy lépj is a játékban, az meg már 2000 forint, nem tudom. Kaviár, neked azt elárulom, hogy én egy teljesen analfabéta vagyok az informatikához. Én egy szakembert kérdeztem meg arról, hogy maximum 200 000 forintból a legjobb streamer gépet szeretném kihozni. És ezt adták! Mit csinálsz? Ezt, bazd meg, nem, ezt nem gondoltam, hogy az Aldrich-en ennyit szopok. Nagyon-nagyon durván sebez, hogy felképpen egy kis páncél, nem? Ez semmit nem. Szóval, hogy agyarom basszott, Jézusom? Kaviár, akkor még ezt is megválaszolom gyorsan. Az biztos, hogy The Last of Us 2, az jön jövő pénteken. Ezt fontos tudni. Szeretném ahhoz tartani magamat, hogy minden kedden lehetőség szerint, hogyha van király, akkor horrorjátékkal játszom, és minden vasárnap, hogyha van rá lehetőség, akkor Dark Souls típusú játékkal játszom. A csütörtök az meg ilyen, hát ezt így leírni nem tudnám, hogy inkább ilyen sztori alapú, jó nagy cím. Mondjuk Horizon Zero Dawn van most. Utána meg szerintem a Days Gone lesz talán, vagy a Metro Exodus. Szevasz, Butcher! Első, most álltam neki, még nem kaptam ki Oldrichtól. Butchernek mondom. Faszomat! Most már igen. Első, hát? Az első az nem mindig megy olyan jól. Na jó, lebuktam. Kaviár, ilyen multizásokkal meg... Hát főleg a multi FPS, azokat nem... Azokat abszolút nem preferálom. A FPS-nek FPS volt most a Resident Evil 7 is. Meg FPS-nek FPS a Metro Exodus is, de ettől függetlenül ezek nagyon tetszenek. Nem, úgyhogy itt nincsen multizás. Nem szeretem. Hahaha, még szép, a címben is benne van, Butcher, hogy szeretnék veletek arról beszélgetni.
Csak az volt a terv, hogy előbb megarolom az Aldrichot, csak nem akarok szenni. És így lehet, hogy így szót nem szólunk az időről, a PS-ről. De, mindjárt. Mindjárt lesz. Nem akkor meg elkezdünk közöröval beszélni, de ezt nem szeretném. Kurva jó. Tényleg így megszopad. Tehát milyen faszán sebzem amúgy. Tehát azzal nincsen gond. Baszd, nem vettem fel. Ott jön ki. Ja, mit volt? Hol van? Ott van alatta. Szállj le róla! A lelkemen gázolsz, te pöcs! Tudom, mondta Randy, hogy jobb, hogyha testét ütöm, de számomra is veszélyesebb. Jöjj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 j
és így nem fogom tudni nézegetni, hogy nektek mi a véleményetek. De annyira nagyon nem tudom nézegetni, mint hogyha már ezt kivégeztem volna. Hogy nektek mi a véleményetek Resident Evil 8. Yes! Yes! Nagyon-nagyon-nagyon várom. Pass meg! Wow. Mögött el tudok bújni. De csak a fészben van. És összekapcsolódik, ugye lesz benne Chris a Resident Evil 8-ban, hogy az Ethan-nel leszünk, mint akivel most játszom a hétben, de találkozik Chris-szel. Vérfarkasok meg minden, jaj, de jó lesz, bazd meg. Hú, de rohadtul várom, de az már biztos csak akkor jön, amikor PlayStation 5, mert azért mutogattak szerintem olyan játékokat, ami... És biztos, hogy mutogattak olyan játékokat, amik korábban kijönnek. Mint maga a PlayStation 5 konzol. Valamikor lesz az Xboxnak is, nem srácok? Hiszen tudjátok, hogy nem az volt az igazi Xboxos bemutató, amit már láttunk korábban. Nem, hát ugye ők... Bazd meg, hogy a faszomba érünk? Úgy értettem, hogy a pékeknek köszönjük szépen a kifliket. Szóval, hát egy csomó fejlesztőt, játékfejlesztőt megvett a Microsoft Xbox részlege, és szerintem azokat még meg akarják mutogatni. Jaja. Most már szerintem annyira durván nem is cél az, hogy hát persze azért, de csak nem annyira durván arra fektetik a hangsúlyt, hogy kurva jól néznek ki már a játékok erre a konzolra is. Tehát szerintem nem a grafika így a legeslegfontosabb, ami majd változni fog az új generációval. Találd már el, bazd meg! Milyen csúnya! Én nem is tudtam, hogy ilyen hosszú. Mindjárt képbe leszek. Itt most akkor mögé. Azt hittem, hogy nyilvazni akar. Kurvára nem. Most ez valami pöcség? Mi van? Hát bassz, meg még alig vettem el az életéből. Mi ez a tűz? Ez most egy igen rossz azokkal. Moveset-et, hogy ők anyja. Ugye bassz meg. Jaj, de jó! Tabak. És ez mire készül? Mert többször csinálja ezt a baromságot, azt sem tudom, mit csinálja, hogy a farkára áll. Nem, meg ott nem tudok elbújni. Ezek a kis gömbök elő, jó? Hagyjuk.
Kutya szar. Maradj fekve. Jó. Hogy csináltad? Mi? Ja, hogy ezen átjön. Faszom. Azt nem tudom. Na, mi lesz csak megint valami kurva nyert? Te Maldrics? Milyen nyert? Nem tudom, hogy faszom. Jó, felöltözünk valami, valami ruhát veszek, mert ez így vállalhatatlan, bazdmeg. Most játszottam végig hármat, nem? na jó, kezdjük el srácok a beszélgetést. Erről a, hát meglehetősen érdekes PlayStation 5 bemutatóról, mert úgy látszik, hogy az old is ez nem nagyon megy. Fölveszek minden, bazd meg. Fett rollingolni fogok, baszod. Nektek mi a véleményetek? Én felírtam. Mert volt nálam toll és papír. Ami engem nagyon-nagyon mozgat magán a konzolon kívül, az a természetesen Horizon második része. A Horizon Forbidden West. Aztán ott volt a Tomb Raidernek a készítőinek az a játéka, amiben meglepő módon egy csaj karaktert fogunk alakítani. Ez a Project Atia. Project Atia, szerintem. Fasz tudja. Demon's Souls. Fuck yeah. Aztán ott volt a Resident Evil 8, amit már mondott a Butcher. És ami még nekem nagyon tetszett, az ilyen kis, kicsit ilyen rajzos, de nem nagyon durván, egy kis spirit íjász csajjal vagyunk benne. Kena volt a neve. Bridge of Spirits. Nekem ez az öt játék, ami nagyon-nagyon durván bejön. Na, így beöltöztünk. Jó, azért még nem fetról. Lehet, hogy lesz még amúgy. De az lenne a legfaszább, hogyha rendesen megcsinálnák. Mondjuk, hogy olyan négyet. Ez egy mai szemmel már elég fosul nézem ki. Pedig egy jó rész volt. Te is papíroztál, Bucsert? Vagy engem cikizel? Papír nem hazudik, srácok. Ez ilyen szakmai ártalom. Baszd meg! Mi a pöcsöm? Bocs. Kurva sokat ért, hogy felöltöztem. Jézusom. Jézus atya úristen. Hát, ez az oldal is, ez szopat, mint a gép. Fölveszek egy bukós isakot ellene, bazd meg. Na most? És mi lesz? Aldrich? Vajon mi lehet ez amúgy, amit lő? Ez magic? Lehet, hogy be kéne nyomni valami magic ellenállás, nem? Poison. Ja, jó helyen állok, bazd meg. Jó. Bemegyünk, nem nézelődünk, mert terveztem azokat a kurva szavakat is. De belassult a karakter. Nem baj. Addig se ez volt az erőssége. Hogy itt ugrándozni kellett, hanem jókor jó helyen lenni. De
hogy a faszomba kéne ez elől elmenni úgy mégis? Egész eddig nem volt vele gond. A picsádat. Dögölj meg. A kurva farkadat levágom, te csöcsszopó. Nyom már! Mit csinálsz? Mocskos állat. Történt ott kint, láttátok? Ott kirakta az életét valami ellenfélnek, és meg is sérült. De mi ez a tűz, te fasz? Mi a fegyvény? Mi a fasz? Úgy elmegy. Az meg, ugye nagyon gyorsan, kettőt is. Na most, faszom, ezt miért csinálom? Jó, jönnek a nyilak, nyilzápor. Maradj a földön, bazd meg! Oké, okay. Jó, még élünk, ez jó hír. Kurva élet, most ezt nagyon mellé csaptam mindet, bazd meg, nem hiszem. Figyelj, bazd meg. Hát én befingok, srácok. Basz meg, ennyire. Kurva élet. Nem érdekel. Valamit muszáj. Nem bírom tovább idegekkel. Egy kis extra hír. Nem jó. Nem jó az extra hír. Most ezt beszoktam, fiúk. Srácok, lányok. Mindenki. Ezt bejelentem, bebasztam, megszoktam. Még egy! Fuck yeah! Yes! Ez az! Dögölj meg, te személy! Bocsánat. Bocsánat, ezt túl reagáltam, de a kurva anyját. Végre! Megvan! Jó, le is, vissza is öltözködünk, mert... Mert szexik akarunk lenni. Nem tudom, ennél a kesztyűnél lehet, hogy van még húzisabb is, de most egyelőre jó lesz. Egyáltalán nem emlékszem, volt, nem is volt rajtunk nadrág, nem? Na, király! Na, akkor most ezt megúsztam, ezt a papadát. Azt nem tudom, srácok, hogy bemutatnak egy új konzolt, és hogy az ilyen bemutatón azt miért erőltetik, ami ilyen két pixelből álló játékokat. Ezt tudja ez az új konzol. Mind a két pixelt egymás mellé tudja rakni, és még mozog is. De nincs, nem vagyok én videójáték, grafika fasiszta vagy nem tudom, de minek akarnak azzal megmutatni, hogy látjátok? Ez aztán konzol? Na hajrá, Butcher! Lögd! Neked mi jött be? Eddig kettő egyezik. Három. Akkor három. Nekem öt. Öt az, ami nagyon érdekel. A Resident Evil-t nem várod, bazd meg.
Bocs, úristen, nem tudom, nem, nagyon, nagyon durva napom volt. Úgyhogy bocsássátok meg az ilyen teljesen indokolatlan mimikákat. Értem, Nándi, hogy szerinted ezt direkt a gyerekek kedvéért mutogatják, hogy vannak ám ilyen cuki játékok is. Hú, de... Hát nem, nekem a hátamon futkosott a hideg. Már tudjátok, ez nem csak úgy tud futkosni, hogy így rosszul érzed magadat tőle, hanem amikor ilyen katartikus élmény. Amikor megjelentél, oly bazd meg... Azt mondom... Ez az! Nem tudom, hogy mire fejlesztek, most pont 40 a dex. Vigor 20, endurance 30. Dex-el hogy szkélelek még? Szarul. Egyesével. Strength. Az már is más. Fasza. Ja, csak nem is ahhoz a weaponhoz. Kurva jó. Ezt benéztem. Menjünk sorba. Nagyon-nagyon keveset láttunk a Project Atia. Annyit tudunk róla kb, hogy női főszereplő van. Geci jól néz ki, bocsánat, nagyon jól néz ki. Azt is tudjuk, hogy a Square Enix csinálja, tehát a Tomb Raidernek a készítői. És hogy ilyen druida-szerűségek vagyunk, nem? Vagy nektek hogy jött át? Nagyon szép tájakon, és mint hogyha ilyen fagyökereket varázsolnánk, meg nem tudom. Kurva jó néz ki. Nagyon-nagyon-nagyon keveset láttunk belőle sajnos, úgyhogy na az tuti, hogy nem akkor jön, ahogy kiadják a PlayStation 5-öt. Szerintem azért volt belőle ilyen kevés. Azt mondod, hogy a Plague-re hasonlíthat a játékmenet? Szerintem meg Tomb Raider-es lesz. Vegyünk szart, gyorsan, sokat. Így. Nem azt akartam amúgy, hanem mondjuk egy kis Darkot. Még egy kis Darkot. Ezért én először föl se ismertem a Demon's Soul-t, amikor így elkezdték. Mondom, mi ez Isten, egy Dark Souls típusú játék jön? Itt vagy, Nandi! Ne fogd vissza magadat. Hiszen te mondtad tegnap, hogy nézzük ezt, ezért el is felejtettem volna. Egyébként már reggel néztem meg. Ugye nem csánkot használtam most fel. Szerintem de. Pedig azt beszéltük, hogy ezt nem csinálom. Jó, nem sokára elkövetkezik egyébként az a rész, hogy majd választunk egy új fegyvert. Szerintetek mivel toljam majd? Arról elképzelésem sincs, hogy kell itt tovább menni egyébként. Én sem ismerem, csak azt hittem, hogy valami From Software játék koppintás fogunk látni, és így az első képkockákból, és nem. Egy From Software játék felújítást fogunk látni. Andy.
mert most egy pillanatra elbizonyított abban is, hogy egyáltalán From Software játék, de ha valaki a Nárdi biztos tudja. Hát kell még, de amúgy elégedetlen nem vagyok, mert kurva jó játékok jönnek most minden hónapban szinte. Nem ilyen szokott lenni a nyári felhozatal. Aztán szeptemberről is beszéljünk, ugye? Cyberpunk. Úgyhogy játékból nem lesz ilyen. Itt szerintem nincsen semmi. Csak ezek a nagyon szép függönyök. Oksi. Akkor From Software játék. A Demon's Souls is. De mondjuk, ja, fura lett volna, ha nem. Emmi. Én nem tudom, hogy most akkor hova kell menni, az az igazság. Mert itt fönt lófit nem volt. Csak egy gyűrű. Egy milyen gyűrű? Ha úgy, de jó, kitakarom most az inventory-t. Azt tudja. Hova költöztessem magamat legközelebb. Úgyhogy elmesélem, hogy ez a HP-t szép lassan töldögeti ez a gyűrű, úgyhogy jó. Jó gyűrű, csak most nem veszük fel. Nem tudom, hova kell menni. Itt vége? Ennek a résznek? Nem tudom, mit nyitottunk még meg, vagy merre lehet még tovább haladni. Ránézünk a bonfire-nél, hogy mi a helyzet. Azért ez nekem túlzásnak tűnt, tudod, volt egy ilyen kis rókaszerűség, amit bemutattak játékot. Hogy így ugrál a téren és időn át. Szerintem túlzás, tök jó lenne, de minthogyha csak meg akarták volna vele mutatni, hogy... Látjátok, itt nincs ilyen, hogy töltőképernyő. Hát ugrok bazd meg az egyik helyről a másikra, így. Úgyhogy az annyira engem, ezt ja, erre még szerintem nem voltam. Hogyha itt lemegyünk, félig meddig láthatatlan csávok, akiket természetesen úgy lehet onnan kicsalogatni, hogyha az ember fog egy marék szart, és azzal telibe dobálja a pofájukat. Fos! Látod, nem szeretik a bűzt. Hagyod abba? Nem? Hagyd már abba, baszd meg! Kiginkám, úgy. Ja. Na, aztán a következő játék, ez a Kena, vagy Kena. Én valamit tudtam, hogy kell mondani, mert hallottam. Az nekem kurvára bejött. Én azt nagyon szeretném minimum kipróbálni. Valahogy a grafikája is annak úgy, hogy totál nem élethű, meg semmi ilyesmi, de mégis eszeveszettül jól néz ki.
és hát már a Bleachben is nekem az egyik kedvencem az Ishida volt. Tudom, hogy csak egyre Bleachet néztél. A Bleach anime. És Ishidának volt ilyen... ilyen... nyila. Vagy íja, na, mint amilyen ennek a kis csajnak ebben a játékban. Nagyon sok mindenre, úgy most nem emlékszem a játékkal kapcsolatban. Az se volt egy nagyon hosszú bemutató, de amit láttam belőle, az nagyon bejött. Na, bazd meg, most megint védelnek. Ja, ez ilyen izé? Ez ilyen... Ja. Ez nem... Nem játékos. Ledaráltam. Most lövöldözzél, köcsög. Makamurato. Nem tudom, mi volt egyébként, mert nem tudtam elolvasni. De megnézzük. Murakumo. Murakumo. Nézzük Murakumot. A bozót vágó. Japán módra. Egyszerűen ezzel a játékkal, de benne, milyen fasz, milyen fasz csinálod itt? Hello? Igen, Nandi. Én már korábban olvastam róla, és nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam, amikor először hallottam ezt a hírt, hogy valószínűleg készülget a második része. És ugye hát persze, hogy ez is PlayStation exkluzív lesz, tehát ez nem úgy van, hogy akkor most azt is megvehetek a PC-re, ahogy kiadják. Ezt igen durván néz ki, nagyon-nagyon-nagyon kemény robotok lesznek benne. A pidős anyádat! Ez lelepett valami. Szerintem ilyen még soha nem történt. Egyébként már mint egy velem. Mint egy taknak úgy lelepett. Oh-oh, be kell készítenem. Ide egy fákját. Hát a pofán, basz. Anya! Ez pofán is, basz? Oh, lehet, hogy nem is kell a fákja, srácok. Megdöblök. Hagyd már abba! Miért? A csöcs! Aj. Jó, Great Magic Shield. Kíván. Most nem férgezettünk meg. Valamiért most nem férgezett meg. Köszönöm, Andy. Most jött meg az üzenet.
beleakasztom a falba. Hát amikor azért a Horizon, mindjárt mondom, hogy mi? Horizon... Forbidden West? Nem bírom megegyezni. Mindig Horizon Zero Dawn-t akarok mondani. Annyira menőn néz ki, ahogy ez a robot kijön a víz alól. Én egyébként az úszkálást, ezt annyira nagyon nem szeretem. Tehát, hogyha... Nem biztos, hogy pont ez az a dolog, ami engem bevonz egy videójátékban, hogy... Lehet ám benne úszni. De ettől függetlenül kurva jól néz ki. Kurva jól néz ki a víz alatti rész is. A Horizon Forbidden West. Ki van ezt találva? Ki van ezt találva? De velem nem basznak ki, Nándi. Velem nem basznak ki. Nekem lesz minden gondolom. És akkor majd így mondhatom, hogy jaj, de kár. Ez PlayStation exkluzív, vagy Xbox exkluzív. Úgy sajnálom. Nem lesz egy olcsó kör. Ja. Az biztos, hogy nem lesz. Na várjál. Én valahogy... Ja, mert hogy ott leelökött a paraszt. Jó, valahogy innen szoktam menni igazából. Ez is sikíteni fog mi. Jó, most már nem szálltam be. Csöcs! Ne csinálj, ezt nem szeretem. Törött, hogy ezt nem szeretem. Rossz. Billogozó köcsögláda. Hát igen, az lehet simán, hogy a víz alatti világ is lesz. Nagyon király ez a játék. Két konzol és PC is? Vagy hogyan érted ezt a No Man's Sky-ra, Nandi? Vagy bittelni még Nintendo-n is lehet játszani? Na ezért a Nintendo-t azt nem fogom megvenni. Azért, hogy most van rá egy Zelda, meg egy Mario kb. És akkor így... Tehát amiatt nem fogom. Nem azt mondom, hogy semmi pénzért nem próbálnám ki ezeket a játékokat, meg jónak is tűnnek, de azért na, az túlzás lenne azért még egy harmadik konzolt vásárolni. Ez így is elég húzós menet lesz. Szerintem azért nem olyan nagyon sokan vannak. Ilyen telhetetlenek, mint én. Nincs meg erre a konzolra. Na jó, veszem ezt is, bezzi. Jó! Az most azt hiszem, hogy meg fog elni. Nagyon jön. Nyald már ki a segjukam! Passzom. Te is menj innen, te löktél le, mi? Köcsög. Jó, visszatöltődött az életünk. Ez a leggecibb dolog amúgy, ezek az ellenfelek, amikor így elkezdik szépen lehúzni a maximális életedődet. Nem csak az életedet, a maximális életedődet. Köcsög. Az üzen lenne vicces. Ilyen FPS játékban, Nandi, hogyha összeeresztenék az Xbox-osokat meg a PC-seket. És akkor te így körbe lövöd a kontrollerrel, amikor így szép nyugodt, egérre becélozza a fejedet, aztán pukk,
ezek a lábasok. Hát ez csak nem. Bucsán. Köszi. Köszi szépen, fegyenci. Azt hiszem, ki fog folyni a szemem egyébként, srácok. Nagyon-nagyon durván lő a pofámba ez a ventilátor. Azt hiszem ez volt a virológusoknak az első és legfontosabb, amit kikötöttek, hogy ne fújjas pofán magadat egy otthoni régi ventilátorral, mert biztos, hogy koronavírusos lesz a szemed. Vagy valami. Ez kicsit eltúlhoz. Az ott marad még egy kicsit az a láda. Hol a francba talán, aki bonkerrel parra? Nem emlékszem, egyáltalán. Igen, igen, csak el kellene. Mi lett a malac? Fuck yeah! Széloztak a kis bunkók. Mit képzeltek magatokra? Ó, jaj, elszalad. Dögölj meg. Volt nála. Beszaladt. Nem az, hogy volt nála szalad, hanem lett a gatyájával, hogy elkezdett szaladni előle. A hordók ős ellensége. Hát remélem, ez meg próba szerencse. Hogy erre kell bonfire találni. Az árva lesz mi? Nem! Király! Király, 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 király! Adta létre! Azt csináljuk? Ha nem. Nem jó fele jöttem vissza, bazd meg. Nem erre gondoltam. Bazd meg. Akkor a másik fele kell. Valahogy ezt a kurva óriást meg kell kerülni. De hogyan? Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha mage-el lennék, és lenne egy sorcerer-el. És így lenne egy olyan varázslatom, hogy oda lepottyanok. De ezt nem élem túl, ezt az esést szerintem. Ugye? Jó, ezt meg megpróbálom. Vigyel! Hello, sziasztok! Na, akkor ez lesz egy shortcut remélhetőleg. Megöljük Randy, mert köszi szépen az ötletet, de megöljük, mert az férfias. Itt el leszünk egy darabig szerintem ezen a részen, mert ez nem egy rövid fejezete a Dark Souls 3-nak. Csak közben nem vagyunk szintet lépni. Dungeon-ben. Jó nehéz rész egyébként.
Ez mi? Olyan jól néz ki szinte, sajnálom elpukkantani. Firing shine. Megyünk, patkányozunk, megöljük a kapuban az óriást. Gyűjtögetni, mikor látom, hogy itt van ez a sok macsok. Oha, oha, oha. Ja, az óriás. Egy kis óriás pedikűr. Kurványád. Menj innen, te most a patkány. Ez most a nagy fűt dolga, nem kis patkányoké. A felnőttek beszélgetnek egymással, hogy kinek kell a pedikűr, meg kinek nem. Na, most igen rossz nem vagyok. Baszd meg. Megölöm. Meg volt? Meg volt a nagy? Aha, kire? Mocskos patkány. Tűnjön. Tűnjél nem! Fúj! Csúnya patkány! Ott a csánk! Meg egy fos! Esküdöm tőlem származik. A patkányok fostak ide. Mennyi picsa! Itt soha nem fogynak el patkányok, ugye? Patkányok. Úgy tűnik, hogy de, előbb-utóbb. Robin Hood a patkányok rémáma. Ez is egy mimik, ugye? Úgy tűnik. Nyomast! Fuck! Mint a szar! Dragon Slayer arra. Szóval annyira nem kellett. És itt ennyi? Mimikért volt ez a nagy felhajtás, hogy ide be lehetett jönni? Semmi létre, de ott egy létre. Mász már. Így ráérősen.
Yes. Nagyon megy. Lightning. Bolt. És végre visszamászunk. The church! Jó kis horror játékok lesznek majd. Ugye azt már az Xboxon is láttunk egy... A Layers of Fear-nek a készítőitől. Hogy lesz egy nagyon baszó horror játék. Lesz Resident Evil 8, úgyhogy... Az király. Szerintem Butcher nem tehetik meg, hogy olyan nagyon-nagyon durván drága legyen. Mert akkor így gondolhatnánk, hogy akkor a faszért nem vesz számítógépet inkább valaki. Tehát szerintem körülbelül meg kell majd állnia abban, mint amennyiért az új Xbox One X-et, meg a PS4-et lehetett venni. Nem volt olyan. Ilyen 130. Szerintem nem mehetnek fölé, hát milyen az már, hogy azért egy konzolt 200 ezerre veszel. Emlékszem, mondjuk az 150 éve volt. A szüleim a Sega Mega Drive-ot annak idején 30 ezer forintra vették. Akkor jó sok pénz volt szerintem annak idején. Bár erre már nem tenném a nyakamat, hogy erre jól emlékszem. Jajjajjaj, Nandi, nem örülnék neki. Nem örülnék neki, hogyha ilyen drágák lennének. De most érted, csak minden egyes generációval sokkal drágább lesz a konzol, vagy mi van? Ez úgy nem jó. Valaki morgott. Itt azok a nagy személyek jönnek, a paralyzósak. Melyik a helyszer? Ez. Csöcs. Ugy. Dark Clutch Ring, és ez? Ugye nem? Old Cell. Azt nem tudom, hol van az Old Cell ki. Nek az ajtaja. Tehát az Old Cell. Gyertek, békucik! Nem fogok paralyzolni. Zódni. Nem fog beszélni, anyád! Kösz! No. De fogok. De jól belemásztam. Kurva helyre. De abban biztos vagyok, hogy a Microsoft az megvárja, amíg a PS5-re mondanak egy árat, és akkor annál egy kicsit kevesebbet mond majd. Mert egyébként ezt is beszopták a múltkor. A múltkor, az előző generációval, mostanúval, pontosabban. Hogy drágább volt a konzoljuk, mint a PlayStation vagy a Sony. De fos!
az apró probléma van, hogy nem fogok oda visszatalálni, ahonnan jöttünk, srácok. Lehet, hogy jobban járnék egy izével. Hogy a lifttel megyek először lefele. Aztán a tököm se tudja. Valahogy így. Itt. Csak nincs itt a lift. Srácok. Nem úgy van az. Na, itt patkányoztam. Akkor ide bejövünk. Rá, és lehet, hogy meg is lesznek a szóval. Na, nekem biztos, hogy olyan kell. Tehát ez... én nem vagyok ahhoz elég modern, hogy nekem megfeleljenek digitálisan a játékok. Én a kezembe akarom venni a játékok dobozát. Mint az könyvekkel is így vagyok. Hogy kurvára nem tudnék rászokni az e-bookozásra. A könyvet ezt fogni kell. Nem azért a... Bazmi? Ah, legalább útba. Ah, ez jó. Na, csak ennyi kellett, hogy ide leessek. És akkor már tudom is az irányt. Szóval az egészen biztos, hogy nekem az biztos kell. Is mindent online csinálunk. Hú, gyűlöltem Jézusom az egyetemi tanulmányaim alatt, hogy nem voltak izék. Mi a más? A könyv. Én imádom, hogyha itt van. Hogy izé, lenyúlok, aztán még mindig meg tudom. Ezt így fogdosni, ennek ráadásul ilyen plusz kis izét is adtak. Tehát annyira kurva jól néznek ki amúgy is ezek a videójáték dobozok szerintem. És így, itt van a kedvenc játékom. Én azt utálnám, hogyha csak digitálisan lenne. Sőt, volt, amikor arra letelettem, ezért nagyon szívesen csináltam volna egyébként, pont a Witcherrel, hogy az ilyen extra, ten geci drága, ilyen külön kiadást veszem meg belőle. De aztán végül valahogy arra azért, hát mondom, hogy egy videón játszott, nem? 40 ezer forintot, azért ez kicsit túlzás. Ti vettetek már olyat? Ilyen faszomat nem... gyűjtői kiadás. Na, csak eszembe jutott. Na, mit vettél? Mesélj! Mondom, a Witchert azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna, de hát bazd, kurva drága volt. És... mikor a Witcher? Jó, hát azért már bőven dolgoztam, csak még sokkal szarabbul kerestem, mint most. Ja, meg egy helyen. Nem két súlyban dolgoztam akkor még csak, hanem egy. Ó, és valami figurát adtak hozzá, vagy képeskönyvet, vagy mi volt az extra? Hú, bele sem elgondolni, a Witcher az annyira jó cuccokat. Még vent kártyát is adtak hozzá, bassza meg. Nem volt rá pénzem.
milyen figura? Legalább a Jaina, vagy nem... Jaina az abban van, ugye? A... Azt tudom, hogy a Hearthstone-ban van Jaina, a varázslónő. Nice. Jól megpakolták akkor. Úgy így Diablo 3-ba is szívesen vettem volna. Az nem lesz egy nagy eresztés, mi srácok a Diablo 4? Biztos, hogy kipróbálom, de... Én így azt láttam, hogy mintha tök olyan lenne, mint a 3. És a Blizzardban azért mostanában lehet így... Néha-néha csalódni. Hogy finoman fogalmazzak. Wow. Na, akkor te jól kifogtad, Nandi. És ahhoz mit adtak a Mass Effect 2-höz? Volt figura? Vagy nem volt figura? Számomra a csúcspontja az a 2 volt. A Warcraft 2. 3-mal sem játszottam, csak a demójával. A World of Warcraft-ot még egyetlen egyszer, egy másodpercig nem játszottam. És az ízlet nem néztétek valaki? Az milyen lett a Command & Conquer felújítása? Nagyon szépen helyítettem, kérem meg. Ott a segges, már régen volt. Még ha megnyomom már majd a gombot is. Na és mi a vélemény? Visszaadja a feelinget, vagy nem? Mert persze ezt azért nyilván gondolom úgy is kell kezelni, hogy azért ebben van nosztalgia. Na picsába nem is töltötte még vissza az életemet. Hát nem, ebben azért vannak szavak, amiket nem ismerek. De gondolom, hogy valami pálya vagy DLC lehet. Raid boss. Többen is mehettek a boss ellen. Pina! Mi? Honnan jött ez a buzi? Nem hiszem el, hogy mindig az életerőmre pályáznak. Vörös volt a szeme pedig. Az enyém is mindjárt az lesz egyébként. Csak úgy fogok kinézni, mint aki cipeli a keresztet a hátán. Mi nem szóltok, basszus, hogy nem is iszom energiétől. Vagy hát nem eleget, mert az előző is az voltam. Sajnos amúgy még azért nem most, de kicsit korábban a mai streamnek azért lesz vége, mert tényleg szétbassza a szememet ez a fújás. És a jobb szemem lesz az, amelyik előbb feladja, mert ugye ezen az oldalon van a ventilátor. És a jobb szemem fogja feladni előbb.
Jó, szerintem elfogytak ezek a csicsik. Nem, ott még van. A tűzelementárok jók! Azt mondom. Hú, a Heroes-ban nagyon láttam az elementárokat. Meg amúgy, ja, elég sok játékban. Amúgy így nem is annyira nagy fasság ez, amit most mondtál, Andy. Egy próbát megér lehet. Mindjárt megnézem. Csak úgyis most mindjárt ki akarok szaladni egy jó nagy cigire. Aztán utána meglátjuk akkor, hogy napszemüvegben hogy megy a dolog. Attól félek, hogy amellett is befúj. Lehet, hogy én is ránézek arra. Azt vágod, bocsánat, hogy mennyibe kerül? A Command & Conquer. Nem tudom ezt a szót kimondani, a beszarok se bázd meg. De hát minden gyerekként is úgy mondtuk, hogy Command & Conquer. Aztán amikor megmondtuk, hogy nem tudjuk kimondani, akkor azt mondtuk, hogy Red Alert, pedig ez nem is igaz. Mert az a kettes része minden. Jó, azt hiszem, jó. Hogy húsz-húsz. Sőt. Simaszkot. Azért nem olcsó, bucsár. Egyébként, hogy jobban belegondolunk. 20 euró az, mondjuk szorozzuk meg 300-át, az... Hát ez 6000 forint legalább. Az anyád picsáját ijesztegetsz, amikor a faszom se számít rád. Bocs. Úgy értettem, hogy a pékek sem számítanak semmire. Ja, hogy ez euró, baszod! Akkor meg még több. Én most valahogy dollárban kezdtem el gondolkodni. Hát ez akkor az van, 8-9 ezer forint lehet. Ja, az túlzás lenne. Egy 100 éves játékért. 9 ezer forint. Ha felújították, ha nem. Gondolom, hogy rákapnak amúgy majd most az ízére, és akkor a Red Alert-t is megcsinálják. Oda még egyébként szerintem vissza fogunk ám mászkálni, mert egy csomó cuccot elhagytam a töblöcben. Dungeonben. De valamiért úgy éreztem, hogy ezt a bonfire-t ezt most meg kell fognom. És ha más nem, akkor biztos, hogy meg akarom ölni az óriást is. Hogy a fazba hívják most az óriást, amit teszem be? Jorm the Giant. Hoppá. Ez a stretch out, ez egy izé, ugye? Feküdjünk már ki. Ez egy gesture. Na, a karakterem kifekszik. Ja, többre gondoltam, mint hogy 7, de úgyse kevés egyébként. Egy gyors piscigi, stb. És jövök, srácok. Aztán akkor megnézzük, hogy napszemüvegben hogy megy a szemkifújás. Beleolvadtam a környezetembe.
világos, akkor jöjjön a Men in Black. Will Smith-re egyébként nem pont a napszemüveg volt az oka, amiért annyira nagyon nem hasonlítok. Nagyon apró eltérések vannak. Ő se talál! Welcome home, Ashen One. Speak that. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment. Farewell, Ashen. Valamit majd kitalálunk idővel, hogy még mire lehetne a csatorna pontokat költeni. Szevasz, Stan the Stan! Ja igen, megláttam, hogy ezt nem égettem el, ezt a cuccot. Stand-standnek mondom akkor, hogy nem azért vagyok napszemüvegben, mert ez így annyira menő. gondoltam, hogy rá fogsz kérdezni. A Nandi javasolta, hogy itt panaszkodtam, hogy kifújja a szememet a ventilátor. És akkor most megnézzük így, hogy így ki tudom-e védeni. Toldalt befúj. Úgyhogy Men in Black-eset játszunk. Milyen? Nézzük már rá egy pillanatest, hogy milyen kétkezes fegyverek vannak. Van ez a lándzsa téma, de ezt valamiért nem... 14-es strength kéne hozzá. Ja, ezt még éppen látjátok, jó? Aztán van ez a bunkó. Ez mondjuk C, ez strength-es inkább, úgyhogy ez biztos, hogy nem. Hát, hogy majd ezt megpróbáljuk. Ezt a lányzsát akkor még a strength-re rakni kéne egy kicsit. Aztán kifújt. Nem, itt van egy... De ez dagger. Ez dagger, annyira lazák nem vagyunk, hogy twin dagger-t használjunk. Úgyhogy majd meglátjuk. Ezért az nincsen, ugye? Ezt tuszom. Sárban nincs. Bazd meg mennyi! Ó, észre se vettem. Tele vagyok szórokkal. Pagy! Ez a kedvenc részem a játékban. A szóroknak az elpattintgatása. A napszemüveg szerintem a világon mindenkinek jól áll. Csak nem mindegy, hogy melyik. Nekem például szerintem az ilyen John Lennon féle pilóta, hát az két különböző. Tehát a sima kör alakú sem áll jól, meg a pilóta szemüveg sem. Úgy nézek ki, mint egy szúnyog, vagy egy légy. Nem is tudom melyik inkább. Welcome home, speak that. Very well. Then take nourishment. Hát miért nem aztán is rekeztem el, azt nem tudom. Na mindegy. Megyünk vissza. Ha-ha-ha, még szép, hogy néztük. Csak a rend kedvéért most szépen ide teleportálunk. És...
Sőt, kezdte, stand. Neked melyik játékok jöttek be? Aztán majd utána mondom, hogy nekem melyik. Ele. Abba, basszus, miért nem nézted? Tessék pótolni. Házi feladat. Ja, de valamit innom kell még. Nem sör. Mármint, hogy tényleg nem az. Energiát altalok minden mennyiségben. Amúgy simán el tudom képzelni, hogy idővel lesznek ilyen sulik, ahol hát nem informatikusok képeznek, hanem videójátékosokat. Ha még nincs. Az igazsághoz hozzátartozik, Nandi, hogy akkor, amikor volt, akkor én is ittam. És pingpongoztam közben. De ma reggel megnéztem. Egy az egyben. Az elejétől a végéig. Na igen, de nem fejlesztő, hanem játékos. Amúgy ez valószínűleg soha nem fogom megtalálni ezt a létrát. Amelyik oda levezet. Ez még ilyen handicap a profiknak. Mint amilyen én vagyok. Nem igaz. Nem tudom, hova kell menni. Az biztos, hogy ő nagy. Nagyon durva ez a fegyver, srácok. Nagyon megölöm, pedig alig ütöttem még meg. Jó. Azért tud ő is. Köket. Na, az például ilyesmire gondoltam, az már durva. Az már durva, hogy e-sport suli. Gondolom legalább fizetős is. Anyu, fizess be. Hivatásszerűen videójátékozni akarok. Persze, kisfiam. Hogyne. Ülj le, bazd meg, aztán tanulj inkább. Így tudok elképzelni egy wannabe e-sportolót. Ja, van hátránya is elmennek a napszövegnek, srácok. Semmit nem látok ezen a területen. Mert tulajdonképpen az lehet, hogy az a jobbik, még amikor kifolyik a szemem, akkor akár játszani tudok. Szóval csak így itt lóg ki a szemem egy ilyen kis kocsányon, nem is tudom. De megvan a boss! Ó! Az mondjuk jól hangzik. E-sport ösztöndi? És hogy kell megnyerni ezt az ösztöndiát? Kihívsz egy profit, és hogyha kétszer le tudtad lőni, akkor ösztöndíjat kapsz, hogy nem tudom. Hát, basszus. Lövésem sincs. Lehet, hogy nem is jó feljöttem le. Mert egy létrát kellett volna. Hát mondjuk itt a létre. Nem tudom. Miért gondoltam azt, hogy itt van a... Mert ott van. Ott kell lennie a bossnak, a Yom the Giant-nek.
tudtam, hogy még ott. Ott egy létre, azt kellett volna megfognom. Látom. Szarul, de látom. Úgy még ami, hogyha már így az érdekes munkáknál tartunk, nekem most erről az jutott eszembe, hogy ez 150 évvel ezelőtt olvastam körülbelül, mert akkor volt nagy sláger a Jennifer Lopez, és akkor talán járt is a Ben Affleckkel. És az egyik videóklipet, amiben Jennifer Lopez játszott, egy külön embert arra fizettek, hogy ő mindig így megnyomkodja a mellbimbóját Jennifer Lopeznek, hogy ez végig álljon a klip forgatása alatt. Az meló, bazd meg. Nem tudom, tehát hogy Jennifer Lopez lusta volt magának megcsinálni, vagy? Tudom, és akkor így ezért. Kíváncsi lennék, hogy hogyan keresett vele a csávó. És tudod, amikor már így unja a munkáját. Aj, bazd meg! Már megint csöcsöket kell fogdosnom a kurva életbe. 8-ra megyek, bazd meg! Csöcsfogdosásra. Igen, nagy hülyeségeket ki tudnak találni amúgy az emberek. Gondolom, srácok, a jég az összevizezte volna neki. A pólóját, és akkor nem azt akarták, hogy vizes póló legyen. Ilyen, vágjátok azt a klipet, ugye? Egy autó tetején táncol. Jenny from the Block, vagy valami ilyesmi. Nem tegnap volt, meg hú de utáltam azt a számot, Jézusom. De ez nagyon megmaradt, hogy valakit ezért fizetnek. Mi a baj az e-sport névvel amúgy, Nandi? Mármint az elnevezésre. Lehet, hogy ő egy csöcs scientist volt. És tulajdonképpen senkinek nem árult el a Szent Grál titkát, hogy hogyan is kell ezt a munkát elvégezni. Reggeltől estig egy laboratóriumban dolgozott. Hogy belője a saját ujjának a megfelelő hőmérsékletét. A csavarás mértékét. Nem jó, most itt annyira ciki lenne megdögleni, srácok. Ezt el nem tudom mondani, hát meg akarom ölni a Yonder Giant-et. Még a heal nélkül oda bemenni azért egy cím. Tegyel már! Jó, fasza.
Oké. A csöcsológia tanszéken. Jó, nem bírom tovább, srácok. Nem látok semmit. Legnehezebb egyébként a kommenteket elolvasni így. Most már minden el, nem csak a sport. Elkönyv, elbúk. Elmail. Na jó, azt e-mail. Jó, itt van, biztosan van egy mimikri. Vagy mik, vagy mi. Ez nem az. Kire. Ember. Nem. Kuss, hogy. Ó, mekkora pajzs. Azt figyeld. Mindjárt a kezembe is veszem, csak hogy megnézzük. Nagyon durva ez a... Sellsword. Twin Blade, vagy mi az Isten a neve, bocsánat. Sharp Sellsword Twin Blade C. Twin Blades. Na nézzük ezt a pajzsot. Hogy mutat a kezemben. Hát azért el tudok, az egész embert el tudom mögé bújtatni. Menő. Jó. Legyünk elég tökösek, és bemenjünk most rögtön, vagy egy bonfire-t azért nézzünk előtte. Mit szóltok? Három heal-el meg tudom ölni én ezt a Yonder Giant-et? Addig leballagok ide. Hát igen, stand. Ez nekem se a stílusom. Azt hiszem, hogyha be kéne sorolni, akkor R&B lenne, és talán megmerem kockáztatni, hogy az R&B az a zenei stílus irányzat, ami a számomra a legkellemetlenebb. Egy ütött, kopott szar mikrofonnal, szar hangszereléssel dolgozó punk zenekart szívesebben meghallgatok. Jó van, bazd meg. Senki nem mondja, hogy menjek ebbe vagy nem, akkor bemegyek. Férfi leszek. Hello, Jorm! Szép nagyra jöttél. A legnehezebb része, hogy a kezembe vegyem ezt a fegyvert. Mert nagyon-nagyon sok fegyver van nálam. Gyorsan jön bajban. Jó, most. Vedd be a kezedbe. Hol van? Fuck! Yes! Megvan. Alakul a dolog. Mondjuk arra nem emlékszem, hogy kell betölteni, bassza meg. Egy fasz. Jó, megvan. Nem, meghalok, bajban, nem. Bocs, nem káromkodunk. Iszunk inkább. Hello, Jorm! Most a B az, hogy azt mondtam, hogy kell ellőni, de jó! Király!
hogy leszippantottam az életét ennek a nagy... ...Marionis bácsinak? Töss. Jó. Mehet. Bum! Töltsd. Gyere, Jor! Csá! Nagy. Megy ez. Most ez nagyon fájt mondjuk. Nem is tudom, hogy a faszomba ért el. De mindegy, hagyjuk. Nem kell itt vitáznia. Mi ez, aki tudja? Mondja apjád. Nem szállt vitád a játékban. Nem. De! Jesus. Durva. Töltsd már be, bazd meg! Menj! Jó, azt hiszem, már csak egy tenni. Megpróbálom egy kis szaminát jutni. Jó, ez fájnk. Vagy nem. Töltsd. Jó. Elugrunk még egyszer. És mehet a buli. Fuck yeah! Úgy van! Szép! Na. 3 évvel is meg tudjuk csinálni. Nem is tudtam, hogy itt van hátra ez a videó. De handicappel csináltam. Ja, bazd meg, most megyek egyből az ére. A Dancerhöz. Nem áll. Ezt úgy, ahogy van, elfelejtettem, hogy innen az következik. És még most sem nagyon akarom elhinni. Bazd meg? Akkor jó, hogy ennyi hillel jöttem. Egy halál azt... El tudok Homewardbone-olni. Király! Köszi! A Homewardbone mindig a kezemben van. Olyan nincs, hogy nem. Annyira tetszik nekem azért a Dancernek a kardja, azt nem akarjuk? Tudom, hogy mondta Dandy, hogy szar, mint az állat, de nem megyünk azzal? Megyünk. Homeward Bone! Csináld már, bassz meg! Ó, kár. Mert rövid is, mint a fingom, nem? Nem tudom, hogy miért ez a hasonlat jutott így elsőre eszembe. Rövid, mint a fing. Tényleg semmi értelme nincsen ennek. Tehát ez kb. Olyan, mint a... Tudjátok, van az a duma, hogy a krokodil zöldebb, mint hosszú. És ezt le is lehet vezetni. Mert hogyha megnézed oldalról a krokodilt, akkor látod rajta, hogy zöld is, meg hosszú is. De ha megnézed pont szemből, akkor látod, hogy zöld, de már nem hosszú. Jó, hogy Fate meg Intelligence kell. Bazd meg. Azt nem tudtam, látod. Azt hittem dexes. Nem szexes, hanem dexes. Jó, menjen a strength-re. Legalább azt a lunge-ásat tudjuk használni. A dupla lunge-át. Nem hiszem, hogy nagyon akartam itt mást. Esetleg... Hogyha ez árulna nekem... Bocs. Hogyha ez árulna nekem egy kis áramot, amit kötve hiszek, nem sajnos. És nincs át Twin Blade. Nincs. Akkor ő árul. Nem Twin Blade-et, hanem áramozást. Főleg, hogy hordalna neki ezt a... Xantus est is.
Ott az áram, király. Végtelen mennyiségű áram, úgyhogy... 19. Van most nálam. Adjuk az összes bossnak. Mintha nem lenne holnap. Azt nem tudom, hogy miért ilyen szar gyűrűim vannak, de valószínűleg azért, mert nagyon szaladok. Nagyon szaladok a pályán. Ez a gyűrű, mert 100 éve nem kéne, hogy a kezembe legyen. Ja igen, ez a female action, az vicces. Additional spell. Fos a gyűrű, mindegyik. Ez nem is kell a kezembe. Hát akkor nézzük a Dancert. Ilyen volt? Nem volt, ezt már elvégettem. A Dancer az... Hát talán minden van a legközelebb. Tánci. Ez a legfaszább boss amúgy szerintem az egész játékban. Mármint kinézetre. Kurva jó bossok vannak egyébként. Az Oldis is nagyon tetszik. A Jormot egy kicsit sajnálom, hogy nem nehezebb. Mert amúgy rohadt jól néz ki. De ez a Dancer, ez ilyen... isteni. A ruháját azt lehet, hogy felvesszük. Micsoda? Jó, tippelhettek többiek is. Én azt mondom, hogy elsőre! Azt hiszed, hogy kifog rajtam a Dancer? Jó lehet. Az Aldrichra se számítottam, hogy ennyiszer el fog piccsantani. Ugye nem jön be az a kurva katona. Maradsz? Cs, vissza! Egye 20! Kösz, Butcher! Prince Lothric is in your hands. Na, kussolj be! Please save his soul. Tell him what he must be. Basin of Vows. No, most akkor nem jön. Hello. Csak akkor, hogyha ezt megérintem. Nem is kellett volna akkor annyira sietni az ilyen Homeward bónozásra. Csak be voltam fosva. Ez is csodálatos, azért nézzük végig, mert nagyon imádom, ahogy itt mint egy fing. Hagyjuk már ezt a hasonlatot. Szóval így lecsöpög a tetőről. Kurva jól néz ki. Fölvesztük a ruháját, és akkor mi leszünk a kuc királynő. Au. Ugye csak itt szólsz? Ne, azért ez túlzás volna. A kucs. Teljesen elfelejtettem a múlszertjét, az egy probléma van. Ez egy probléma, ez nem kicsi. Au, ne, megyek, csá. Ú, de jól mozog, Istenem. Azt mondom, ezek a From Software nézek, azért tudnak ám. Stílust a játéknak. Olyan karakternek, amit nem jött össze annyira, de... Már vicces. És most húzza elő a másik pengét. Azért kell mondjuk eltállni. Jé! Stamina nélkül kicsit nehéz. Nem most járt le... Kurva az ilyen. Hagyd neki! Hagyd! Yes! Ez fáj.
Bocs, nem akartalak megzavarni. Csak kardozgassad magadban. Jó. Mi a fosomat csinál? Eldugja a kardját? Na most vette elő, bazd meg. A faszom! Nem! Távolodni kellett volna, nem közelíteni. Ne! Itt meg. Jó. Légy szíves, annyira közel a vég. Baszd meg, az enyém van közel. Nagyon ráparáztam a végén, majdnem megvolt. De mint ez köztudott, és sokat emlegettem, majdnem a kutya sem szarik. Éppen viszketettem át, úgyis. Aha, meg a májam is, te geci. Ott a pék! Most ez egy ilyen szexi pék, ha jól látom. Mit csinálsz? Ezt figyelj magad. Na, ne ugrálj dénes össze-vissza. Ez nem jó. Tűnés, most tűnés. Jó. Ez is jó. Irány, most megsorozom. Te buzi! Hát ennél lassabban nem lehetett volna szúrni, csak éppen megfelelni. Kurva anyádat! A kurva anyádat! Bocs. Joppá, bocs. P betű az oka. Egy kis popozás. Mondjuk rám fért az igazság. Biztos vagyok benne, hogy egyébként öltem ezt meg már elsőre valaha. Nem álmomban. Tényleg. Azt mondom, katonával. Bazd meg! Oh! Mi a fasz? Ez van sátorod, bazd meg. Azt nem tudtam, hogy ilyet is tud. Király. Ez nem igaz. Ez a negyedik próbálkozás. Három halál volt, nem? Igen, mutat. Az előbb hármat mutattam, és az azt jelentette, hogy a harmadik próbálkozás nem az utal, hogy halál. Bazd. Úgyhogy most negyedik próbálkozás van. Szia, Slack! De tényleg azt hittem, hogy simán megöl a másodra. És lehet, hogy ez lesz a csúcs, hogy meg se ütöm. Aha. Kurva anyád! Veszélyem lesz ezzel a dancerrel, bazen. Hát, ha az lenne Slack, az az igazság, hogy azt már néhányszor elrontottam volna. Megnéztem reggel, Slack. Jó sokat beszéltünk is már róla a PlayStation-ről. Neked melyikek? Ha láttad, természetesen. Neked melyik játék a nagyon város?
Aha, mindent értek, mindent értek. Andy, te tudtad előre. Nem szoktál te ilyen agresszíven. Lép egy csak inkább, jó? Jó. Szépek a lép. Most teszem ez a vánsatos. Nincs már annyi ujjam. Most a hatodik próbálkozás jön. Kurva. Nagyon-nagyon-nagyon várom a Resident Evil 8-ot is. Ja, tényleg te nem voltál itt, amikor arról beszélgettünk. Nandi. Hát, figyelj, Butcher. Az túl egyszerű lenne, nem? Nem volt még PlayStation-ed? Úgy érted? Az jó buli bepótolni azokat a játékokat, mert azért hát nem olyan nagyon gyakran amúgy, mint azt így gondolná az ember, de azért vannak nagyon tökös PlayStation exkluzívek. Én mondjuk legelőször Bloodborne miatt vettem meg az egész a kibaszott pék! Most majdnem a rondában mondtam. Szóba került volna atyánk nemi szerve. Megy a tánc! Amúgy ez is igaz. Ott a dancer. Most így fogom megölni, hogy végig ott lesz. Ez kurva vicces szerintem amúgy ez a tánc. Igen. Akkor még csak a jó ízlésnek ártott. Meg már az életemnek is. Nem, ne, 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 bassz meg! Miért? Felvegyek, amit mondják. Elfogy a másik kezelről is az ujjak, bassz meg elfogynak. De nem kellett sokáig ez a táncot akkor. Köszönöm, Nandi. Én szerintem majdnem megütöttem. Én láttam benne egy potenciálisan egy bevitt találatot. Ez bizony így van. Teljesen egyetértek, Slack. Hogy később jönnek rá, hogy mégis mennyit lehet kihozni a masinából. Fedd már fel azt a... Ez a sor. Micsoda? Nem vettem föl? Vagy... Ja, nem volt benne semmi. Aha. Így mindent értek. Akkor nagyon megérte ezt az életet erre rááldozni. Menj már abba, bazd meg! Egy tök szívó. Volt egy ütés. Nem lesz flow lesz. De miért mindig ezt csinálom, hogy beleugrok a következőbe? Jó, most jó. Most jó, hagyd neked. De miért csak egyet, bazd meg? Hát arra való ez a kombó, te őrült. Hogy kétszer eltaláld. Jó, vedd elő azt a kurva kardodat, hogy mit csinálsz ezt a sikét. Tartsd meg magadnak, köcsög. Na ugye, hogy előveszik. Jó, és akkor azt hiszem most egy pörgéssel is kezd. Micsi, hol vagyok? Bazd meg! Bocs. Összeszedem magam. Vagy nem. Hogy a faszomba kerültem be az ajtóba? Én nem értem.
Hol van már? Csináld! Ne? Ez pörgés, nem ez pörgés? Mit csinálsz? Kurva anyád! A hív ez fogy, az ő élet lesz kevésbé. Takarodó. El fog baszni. Menj már innen, baszd meg, hogy egy tetves lépcsőbe elakadsz, te buzerátor! Bocsánat. Elnézést kérek a buzerátoroktól. Is. Egyszerűen baszd meg, én nem hiszem el, hogy hogy a faszomba pont mindig beledodzsolok a kurva ütésébe. Ilyenkor van egy kis időm megtámadni, de persze azt is elbaszom. Hát miért nem? Isten! Pék! Igen. Ez így van, Nandi. A legelső próbálkozáskor kellett volna megölni. Igazából azért, mert Slack már teljesen nem számít, hogy milyen páncél van rajtam. Ellenben gyorsabban mozgok, hogyha nincs rajtam sok ruha. Nagyobbakat tudok dodzsolni, meg ilyesmi. Gyorsabban is fut. Úgyhogy... A speedrunnerök is így tolják. ezt nem magammal összehasonlításra mondtam. Csak okuk van. Azt a kibaszott kurva anyádat, te súly geci! Na, most csak az elcsik. Csak a smooth. Jó a segged, te köcsög! Mindjárt beledugom a kardomat. Nem is úgy értettem. Nem tövig. Vége! Kutyasszak! Ez régen is ennyiszer kapkodott így el, vagy én nem tudom, az mi van. Ja, a tüzes fény, az. Nem tudom, bazd meg. Öltözködjünk fel. Hetvenötig felmehetünk, ugye? És akkor még nem fetrollolok. Rollolo. Így. Vagyis azt hiszem csak 70-ig, de így most jó lesz. Azt nézd, milyen páncél! Hú, de geci lassan dodzson. Lehet, hogy amúgy éppen ez kell ahhoz, hogy ki tudjam kerülni. Mert a gyors dodzson nem működött. Jaj. Ez fájt. Ez rosszul esett, Slack. A démon az erős. Hagyd már abba, te cickány! Az lenne a jó, hogyha most... Ezt direkt meg akartam nézni. Aha! Van rajtam páncél, és nem rögtön öl meg ezzel. Király! Csak most, hogyha... Egyszer is általán. Ez volt a cél a páncél. Király. Viszont... Viszont. Jó, ez szép. Most segbe verjük. Seg. Nyugodtan csinál csak. Nem fáj. Mire készülsz? Menjél a fazba. Most lesz ilyen akár. Egy jó bepörgés. Ideálni. Jó, és akkor meg.
Ez gáz. Hogy basznál meg a pék? Ebből kontroller törderés lesz. Mindjárt lehozom a másikat, amelyeket már nem használok. Köszönöm szépen, Szlek. Nem tud vánsatolni már, de túlsatolni, igen. Hát attól függ egyébként, srácok, most azért egy lovagnak arany színbe öltözni, az azért nem annyira heteróan. Ja, most pont vánsatolna, hogy hány ilyen. Így. Na most, hogy ezt direkt azért kipróbáltam, srácok. Faszomért kap el mindig. Egyszerűen, bazd meg, nem értem. Mindig kiszoktam kerülni ezt a fosát. Nem tudom, hogy most mi van. Ez a leglassabb támadása a világon. Biztos beszoktam. Ugye már! Ugye, egy cickány. Jó. Jó lenne kikerülni, és akkor mehet kettő. Ne, elmegyünk a picsába. Úgy. Gyere! Már te mit van erre a támadás, ezt nem tudtam. Sossz! Látjátok, amúgy simán ki lehet dodge-olni ezt a post. Nem ezt, hanem a felkapását. Valahogy most mégis sportot űzök belőle, hogy mindig elkapjam. Na, nyugi! Nyugodj le! Vége! Pakolj! Pakolodás! Oké. Na, veszünk be, tökéletesen is. Ezt benyom. Jó van, dühöng csak! Gyere! Tudok közben a székennyel, hogy akarok elmenni róla. Hát picsába, hát basz meg ütöttem, te fasz! Tudjátok, az. Ez most vége. Vigyázz! Már abba, te fasz! A kulbasszott kurva anyádat dugd meg! Vagy szexelj egy pékkel. Picsába, basszunk, hát álmomban nem gondoltam volna, srácok, hogy igazatok lesz ezekkel a 15-ös, 20-as tippekkel. Rémálmomban sem. Most pedig már egy pillanatra elhittem, hogy most meg lesz. De a köcsög anyádat! Azt nyúlni még ide, hogy egy kicsit megpofoz. Meggyengít a bossra. Miért nem lehet elég a boss, csak a jó isten tudjám, ha a kettőt már bele látom. Jó, köszönöm. Miért nem értem el? Mi a szarért nem értem el? Jó, kicsit visszafogom magam. Még nem a boss verésben, hanem a pofán lehetem. Na, végre, ezt se kerültem még ki soha. De mi a csöcsömér, hát a köpenyét kell dugni? Isten meg fog dugni. Miért nem iszol, ha megnyomom azt a kurva gombot? Istenem. Jó, most kap kettőt. Mi? Haha. Hoppá. Most fog bekaradni. Nagyon be fog pörögni.
Úgy, pörgi. Biztonsági hír. Jó. A kurva anyádat! Értettem, hogy tudottam, hogy tudottam. Jó, azt nem hiszem, hogy bazd meg. Hát miért vágtál még egyet, te fos? Nem tudom most se kikerülni, bazd meg, a leglassabb támadását ennek az écesnek. De a kibaszott anyádat dugd meg! Azt kell szeretni, ha a pár Vénus megjött. A kibaszott úristen! Ez ennyire nem. Halljátok, amikor megtöltöm, mi? Amúgy, ja, megmondtam is valamikor. Belefújódott egy csipa az orromba. Azt már nem bírok magammal. Szóval a szemem. Majd szóljatok, hogyha még a kamerán keresztül is látszik, hogy egy ilyen... Csüngre a szememből van egy gusztustalanság. Hogy kikerültem? Micsoda? Magamra se ismerek. Ez nem fáj nekem, hogy ezt előveszek? Akkor menjünk most megállni, mert a faszba. Jól van. Utolsó. Egyszer leszoktam, mert az utolsó. Gratulálok, hogy ilyen este. Csöcs szopó. Majd te van. Jaj! Micsoda támadás, kurva anyád. Ezt láttátok, baszki? Megakadt a játék, nem nálatok a nagyba. Annyira a földre ugrott, hogy megakadt az egész, pedig most akkor jól lett volna megjelenni. Hát ellenére a... nem tudom, a... Xbox is. Kapolódom. Még jobban előveszi ilyenkor a kardot, vagy én nem tudom, mit csinálok amúgy. Simán megölhettem volna ennyi idő alatt, de megvártam. Fúss be a sarokba, azt maradj is ott. Pörsszobó. Nem ide jó. Csak óvatosan. Húsz, kiváljuk ezt a pánikolosságot. Nyugi. Kincs nyugi, bászom. Jöjj! Meg kell, hogy legyen. Nyugodj már le egy pillanatra, baszki! Jó, gyerek, iszik. Az szép! Jó, most vége. Király! Na nem mentünk el a 15-ig, ugye? Faszom. Ettől még kínos volt. Na, hála Istennek! A próbák száma 13 volt, a halálok száma 12, úgyhogy mindenkinek igaza van. Szerintem. Ez most egy hirtelen megsincs, de a csupaszpisztoly ez nagyon vicces. Az jelent, az nincs meg.
Naked Gun. Köszönöm az unikornis szarvat. Ó, srácok, eljött eszembe. Ezt próbáljátok már ki, hogy van egy olyan itt a csatornapontoknál, sőt nem is kell kipróbálnatok, mert nekem végtelen mennyiségű van, hogy választható emót. És olyankor azokat is tudjátok elvileg választani, elküldtem, amelyikek a második és harmadik szintű feliratkozáshoz járnak. Tehát van három emótom. Most ezeket megcsinálom egyébként, a bor szerintem marad, mert az ilyen király lett. De majd a másikat azt megcsinálom jobban. Nem lehet nektek? Csak nekem. Francba. Csatornapontok. Volt, nem? Csak én tudok. És ti látjátok most? Azt hittem, hogy így tudjátok, hogy csatornapontokért venni. Azért állítottam be direkt ezt a választható témát. Nem, azt megmondom őszintén, hogy azt én el sem tudom képzelni, hogy olyat miért csinál valaki, hogy tier 2-3-ra iratkozik fel. Az sok. Sok pénz. Na, ide most beszaladunk, mintha nem lenne holnap. Azért, mert ott tudom, hogy van egy bonfire. Hát akkor valahogy... Valahogy a több emóttal meg kell várni sajnos. A 15 feliratkozó pontot. Jobban teljesítünk, mint 100 éve. A páncél most egy darabig szerintem lehet most maradni, nem lehet túlni. Hát ez mondjuk nem volt ennyi. Ez az akció. Mert ezekkel tudod, mit kell csinálni, ezekkel a robotokkal már is össze meg vagyok zavarodva. Ezekkel a lovagokkal. Jó, hogy fegbe kell őket szúrni. Így, mi? Fuck! Az messzire vezet, de majd lehet, hogy egyik streamben dumálgathatunk róla, hogy azért... Ezzel a 21. század, a különösen az utóbbi pár évvel azért komoly problémák vannak ám. De ezt most tényleg kezdjük el, mert csak fölbaszom az agyam. A lelkét meg... Lófaszt, de hülye vagyok, Jézusom, hát ezt a kardot várom mióta. Nézzük már meg, hogy pontosan mennyi minden kell a kardhoz. A Dancer kardjához. Aha, ott van a... Ugye? Egy. Now. Do not be away over long. Nem, egyáltalán nem politizálni akartam. Most Xbox van, X-en játszom, Stack. Én jobban szeretem ezt. Ez az oka, hogy ha tehetem, akkor Xbox-on játszom. Hogy a kontroller szerintem sokkal faszább, mint a PlayStation-é. Meg amúgy kicsit jobb a gép is, mert ugye én nem PlayStation 4 Pro-n van, viszont Xbox One-ból X-en van. Nem, egyáltalán nem a... Hát csak így nagy vonalakban akkor mondom, Bucsár, hogy én arra gondoltam, hogy mennyire nehéz már lekötni a figyelmét az embernek mostanában, amikor így pörgeti végig a mindent.
a Tindertől elkezdve, a Facebook üzenőfalon át, a TikTokon keresztül, a nem is tudom, Instagram, tehát hogy így ami két mondatnál hosszabb, az arra már így nem figyelünk oda. Tehát ez szerintem egy egészen komoly probléma, hogy szerintem el fogunk oda jutni, hogy így emótokkal kommunikálunk és nem írunk szavakat. Csak hogy ugye nincs jelentése annak a fajta kommunikációnak. Modern majmok leszünk szerintem. Előbb-utóbb, hogyha ezt így folytatjuk. Lesz az a néhány ember, aki dolgozik azon, hogy a technológia 10 000 pixelben fel tud magadat venni otthon, ahogy táncikálsz, vagy nem tudom, ahogy kajálsz. Hogy a mobiltelefonnak a kamerája az nagyon jó legyen, meg hogy legyen 5G, szupergyors internet, és van az a pár ember, aki ezen dolgozik, az összes többi meg csak otthon sztárkodik, és a 10 másodperces videóit osztja meg a neten. Te ebben a pozitívumot látod, Butcher? Ja, faszom, hogy tolvasgassak, amikor ott van, ami... Meg a... Tudjátok. A mém. Nem, mert tényleg, de hát magamon is észreveszem, tehát nem... Én senki az ég a tudjátok szeretnék ezzel megsérteni. Mert saját magam is észreveszem, hogy... Napról napra egyre kevesebb ideig lehet lekötni a figyelmemet. Filmeket már abszolút nem tudok végignézni. Hanem közben még csinálok 4 dolgot. Kávét főzök, megy a tévé. Mármint a tévén a film, tehát ne a tévécsatornát képzeljétek el, mert olyan 10 000 éve nincsen nekem. Közben beszélgetek egy haverommal a Messengeren. Nem tudnak meg lekötni bizonyos dolgot. Most ezt mindjárt olvasom. Csak van itt egy dagi lovag, aki meg akarja keseríteni az életemet. Ó, milyen dobás volt! Te vagy Robin Hood jelentem? Hogy kerültek vissza hozzá egyébként? Most dobták! Bázd meg! Csöcs! Kinyírtam. Nem tudom hányat ittam, de biztos megérte. Ez Twin! Twin fegyver! Hé! Akkor mindjárt megnézzük, srácok, hogy mit is használjunk, mert most már van egy pár. Hol az Istenben van? Miért? 20 strength kell hozzá, a kurva életbe! Azért megnézhetjük. Hogyan dobom el? Ja, nem lehet, jó. Ja. Hát igen. Igen, én azt gondolom, hogy a tánc az így nem annyira a férfiak táncára irányul. Tehát az így kevesebb embert fog meg. Felmegyek, mindenképpen. Csak ezt elfelejtettem, hogy a nyakamba fog esni. Titkos van, vagy mi van itt? Aha. Ebből tudtam, srácok, hogy itt volt ez a jel.
És itt van az egész szettje. Mhm, megvan. Megvan, emlékszem már. Meg egy tök menős. Hé! Nem is ismertem ezt a pajzsot, vagy legalábbis nem emlékeztem, hogy... Milyen szép! És milyen kicsi! De kurva jól néz ki. Jézusom, de jól néz ki ez a pajzs! Most bántam meg, hogy nem pajzsot használok. Ja, tudom, én is dagadt leszek tőle, megnyomom. Hol van? Ez az. Jó. És akkor, szevasztok! Szevasztok! Elhíztam. Van egy extrém fogyókúra. Norbi ajánlotta, hogy ezzel minden erőfeszítés nélkül 0 másodperc alatt le lehet fogyni. Tessék, kész! Spelleket tud per... Ezt nézzük már meg akkor. Erre a pajzsra mondod, ugye? Sorcerer's Bane. The Lunch Blossom. Ja, ezt is látjátok. Takarja ki a pofám. High Magic Protection. Spell Parry. Így van. Kösz az infót. Most nagyon sok mindent kihagytunk egyébként. A parry az az, hogy így visszaveri a pajzsal. Hogyha pont jó ütemben nyomod meg. Ezt nem is tudtam, hogy ez is tud ilyet. Ez a gomb lenne a parry, hogy a pajzs lenne a kezemben. Helyet is tudok, nézzétek már. Most ezt kipróbáljuk valakin. Mondjuk rajta. Csá! Szereted ezt a... Azt hiszem ez véges lesz ez a próba. Megéri. Kicsit mintha lassan állna neki, és kicsit mintha sok lenne az ellen próba. No problema. Hogy de fosultad, ez te jó ég. Ez a legszarabb munka az egész játékban. De kipróbáltuk. Fuck you. Kösz, hogy rám dobtad ezt a csöcsöt. Ilyenkor nem tudok figyelni, amikor rajtam van ez a... az a bűzkör. Gőzölgök, mint egy... forró leves! Hát már abba bazd meg. Itt az ivás. Lejárt. A kis móka. Ja. Durva ez a fegyver. LT-RT kombó? Aha! Még azt is rá kell tolni. És azért sebzett az előbb annyira nagyon szarul. Akkor ezt is próbáljuk ki, csak nem rajta, mert neki már úgyis vége. Mint a dalnak. Ott a bonfire. Úgyhogy megnézzük, ott fönt valahol biztosan van egy ilyen lovag. Egy jó craftos lovag, és azon kipróbáljuk ezt az LTRT-t. LTRT. Hol a lovag? Nem halott lovag kell, élő. Fúj! Ez csak páncél! Ott a lovag. Na, megnézzük. Hossza! Kurva szarul sebb ez így is. De legalább nagyon jól néz ki. Segbe szúrlak? Vagy nem? Vagy nem?
hol vannak? Most egy szúrás. Azt sem. Au. Jó a pajzsot! Húzik. Baszd meg, hát mi volt ez? Mindjárt meg a... Akkor is segbeszúrt. Most elhatároztam. Én ezt segbeszúrom. Nincs mese. Most... Nem. Nem tudok találni. Most megölöm még, mielőtt segbeszúrhatnám. Segszúr! A picsába ott volt az alkalom. Miért? Most! Nem jött össze, nem baj. Szarok rá. Great Lance, ez mi az Isten? Great Lance, hol vagy? Oh, ilyen vívó... Hogy hívják azt? Lobagitornás cucc. És olyan rohadt nehéz, hogy már most feltrollingolok tőle. Ennek a résznek már nem állunk neki, srácok, ma. Ez durva. Tudod, nem egy sárkány, két sárkány. Úgyhogy majd innen folytatjuk valamikor. Vasárnap lesz Sekiro. És most pedig egy jó raidet nézzünk. Köszi szépen, srácok, hogy itt voltatok. Legyetek jók. Most aztán jön a raidek raide. Ó, bocsánat, nem olvastam egy Soulmate-X-et. Úgyhogy most nem ő lesz. Csácsá, köszi szépen!